Vásárhelyi Televízió híradóját látják, köszöntöm nézőinket! Felújították a 47-es út Hódmezővásárhely és Orosháza közötti, mintegy 20 kilométeres szakaszát. A nettó 7,9 milliárd forintos beruházást szombaton adták át. Gyorsabb és biztonságosabb lett a 47-es főút Hódmezővásárhely és Orosháza közötti szakasza. Az útburkolatot mintegy 20 km hosszan aszfaltozással erősítették meg. Ezen a szakaszon, amely nagyságrendileg 7,9 milliárd forintba került, az útfejlesztéssel párhuzamosan kerékpárutat is építettünk 20 km hosszan. A nagyrészt uniós pénzből felújított szakaszon ezentúl könnyebben közlekedhetnek a kamionok is, hiszen az aszfaltozással megszűntek a kátyúk. Az út a jövőben fontos gazdasági útvonal lehet. A 47-es út Hódmezővásárhely gazdasági életében igen fontos szerepet játszik, és nem csak a Hódmezővásárhelyében, hanem a környező települések életében is, ugyanis a zavartalan szállításokat itt lehet megoldani ezen az úton, és ez az az út, ami összeküt bennünket gyakorlatilag Szeged irányába és Debrecen irányába. Az ünnepélyes átadáson Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter azt hangsúlyozta, hogy Magyarország számára az útépítéseknek nem csak közlekedésbiztonsági, hanem nemzetstratégiai jelentősége is van. A legfontosabb nemzetstratégiai célunk ebben a fejlesztési időszakban már 2018-ig, hogy minden autópályánk elérje több ponton is Magyarország jelenlegi határait, és képes legyen magyart magyarral összekötni. Az elmúlt években összesen 110 kilométer úthálózatot korszerűsítettek Csongrád megyében. A fejlesztésekre 140 milliárd forintot költöttek. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT előtt álló feladat, hogy legkésőbb a következő választási ciklus végére, 2022-re Szegedet és Debrecent négysávos autóút kapcsolja össze. És a tervek szerint jövőre elkezdődhet a Hódmezővásárhely és a Nagylaki elkerülő út építése is. Vívó és ökölvívó centrumot adtak át szombat délután Hódmezővásárhelyen. A beruházást a kormány több mint 655 millió forinttal. A Magyar Vívó Szövetség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma további 50-50 millió forinttal támogatta. A Csomorkány kupával nyílt meg a Vásárhelyi Vívócentrum. 42 igazolt versenyzője van a helyi vívó egyesületnek. Emellett 400 gyermeket kapcsol be a mindennapos testneveléssel a vívás oktatásba. Mielőtt megkaptuk volna ezt a tornatermet, azelőtt sokkal rosszabb körülmények között edzettünk. Csúszott a padló, és most már amikor vívunk, látjuk az eredményeket a kijelzőkön, és teljesen ingyen kapunk felszereléseket. Hódmezővásárhelyen működik a Magyar Vívószövetség suli vívás programjának második legnagyobb bázisa. Azt gondolom, hogy amikor az adófizetők pénzét költi a kormányzat, jól teszi, hogyha gyerekekre, a jövőre, a lehetőségre költi, és jól teszi, hogyha a magyar sport számára megfelelő sportolási körülményeket és lehetőségeket biztosít. A városban szinte nincs is olyan sportág, amelynek művelésére ne lenne lehetőség, mondta a Vívócentrum átadásán Schmidt Pál, a MOP tiszteletbeli elnöke. Hozzátette, a vívás nagyszerű nevelő sport, amelyet ezután méltó körülmények között űzhetnek a vásárhelyi gyerekek. Aki vívó volt, egy életre megtanulja az ellenfél tisztelni. Egy életre megszokja, hogy a meccs előtt tisztelegni kell, és a meccs után, ha győztes vagy, ha vesztes vagy, kezet kell fogni. Ütésszúrással átveszed a támadást, és sikerülted. A kormány, a szaktárca és a vívószövetség összesen csaknem 800 millió forintot költött a 12 pástos, modern találatjelző rendszerrel felszerelt kétszintes vívócentrum megépítésére. A gyerekeket ingyen oktatják.
Az általános iskolai vívásoktatásban résztvevő gyerekek oktatása teljesen ingyenes, felszerelést a Magyar Vívószövetség támogatásából tudtunk vásárolni, amiért szintén nem kell nekik fizetni, sőt, az oktatást is ingyen kapják. A vívócentrum alkalmas arra is, hogy a környéken élő fiataloknak is lehetőséget biztosítson a vívás gyakorlására. A parlament mai ülésnapján azonnali kérdéseket intéztek Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszterhez a lakosság energetikai korszerűsítéseinek támogatásával, valamint az erdőgazdaságokkal kapcsolatban. Lázár János válaszában elmondta, hogy a 2014-2020 közötti uniós ciklusban mintegy 300 milliárd forint áll rendelkezésre energetikai korszerűsítésre. Ebből egyrészt mindenképpen oktatási, egészségügyi intézményeket szeretne a kormány támogatni. Ez az elsődleges cél, ez több száz milliárd forintot igényel jelen pillanatban Magyarországon. A másik cél, hogy a lakosságnak képesek legyünk segíteni. Az Európai Bizottságnak azonban sajnos van egy speciális szabálya, ami azt mondja, hogy magántulajdonban az Európai Unió adófizetőinek forrásai nem investálhatóak. Ehhez tehát más eszközt kell a kormánynak találnia. Az intézmények korszerűsítésére mintegy 150 milliárdra lenne szükség, míg a lakosságnak minimum 350-400 milliárd forintra. Azt gondolom, hogy az állami bankrendszeren keresztül visszatérítendő kamatmentes Európai Uniós támogatást kell biztosítani 50%-ban, és 50% önerő bevonását pedig lehetővé kell tenni. Tehát 50% önerő a lakostól, és 50% visszatérítendő támogatás. Lázár János az erdőgazdaságokkal kapcsolatban rámutatott. Az erdő vagyonnak a társadalmat kell szolgálnia, és a nemrégiben lezajlott KEHI vizsgálatok is azt célozták, hogy azoknak a közösségek életéhez, ahol ezek az erdők fekszenek, hogyan tudott hozzájárulni ez az erdővagyon. A miniszter az ország mind a 26 erdőgazdaságára kiterjesztette a vizsgálatot annak érdekében, hogy 25 év után végre tiszta vizet öntsünk a pohárba, és tisztán lássunk, kinek az érdekeit szolgálják az erdőgazdaságok. Zárt a válaszát Lázár János. Gyermekbarát település díjat kapott ma a város az UNICEF Magyarországi Bizottságától. A szervezet idén először hirdette meg pályázatát, amelyen Hódmezővásárhelyen sikeresen szerepelt. A díjat, a velejáró 2 millió forintot és a belügyminisztériumi elismerő oklevelet dr. Kószó Péter alpolgármester vette át a MIPA egyik éttermében. Az UNICEF Magyarországi Bizottsága idén áprilisban hirdette meg először a gyermekbarát település díjat, amelyre összesen 27 pályázat érkezett be, de ezek közül csupán 3-an nyertek. Cigánd, Óbuda és Hódmezővásárhely. Nem egy ideális államot próbálunk mit elképzelni, hanem pontosan azt, hogy minél közelebb, minél inkább a településekhez méltóan legyen a gyerekek érdekében történő döntések, és amennyire lehet a gyerekeket vonják be a települések az őket érintő döntésekben. Csak az a közösség tud megmaradni, amely törődik a jövőjével, vagyis a fiatalokkal. Ezt már Sanda Tamás helyettes államtitkár mondta, aki hozzátette, az Emberi Erőforrások Minisztériuma az UNICEF-et kiemelt partnerként kezeli, ezért támogatta ezt a programot is. A közös párbeszédet pedig azért tartja fontosnak, mert ha a fiatalok megkapják a figyelmet, akkor gyorsan a közösség részévé tudnak válni. Maradni fognak, hogy ragaszkodni fognak és kötődni fognak az otthonukhoz, hogy nem akarnak elmenni, és igazi lokálpatriótákká válnak. Elsősorban az oktatás átalakítása és a szegregáció megszüntetése miatt érdemelte ki Hódmezővásárhely a gyermekbarát település díjat, amelyet ma dr. Kószó Péter alpolgármester vehetett át. Mi nem pályázatot írtunk a UNICEF Magyar Bizottságához, csak egész egyszerűen leírtuk azt, amit a legfiatalabbakért, a gyermek lakosságért tesz Hódmezővásárhely önkormányzata, tesznek azok az önkormányzathoz csatolható intézmények, akik közül Túri Csaba úr, a gyermekvédelmi szolgálat igazgatója itt van. Itt van Szabó Adrien, a diák önkormányzat vezetője, hogy együtt ünnepelhessük ezt a mai napot. Dr. Kószó Péter azt is kiemelte, a rászoruló gyerekek nyári étkeztetése és karácsonya is fontos Hódmezővásárhelyen. Ahogyan a mezővári fiatalok sorsa is, ezért az önkormányzat a kárpátaljai településen új óvoda építését kezdeményezte, és erre a célra már több mint 40 millió forintot gyűjtött össze.
A 62. Vásárhelyi őszi tárla díjazottai Budapesten is bemutatkoznak. A 19 művész csoportos kiállítását pénteken az Art 9-11 galériában nyitották meg. A tárlata hónap végéig tekinthető meg a fővárosban. Először 1954-ben rendezték meg Hódmezővásárhelyen az őszi tárlatot. Az azóta már nagy hírnévnek örvendő és hagyománynak számító művészeti seregszemlének idén 19 díjazott művésze volt. Az ő munkáikból nyílt csoportos kiállítás pénteken, Budapesten, az Art 9-11 galériában. Az, hogy itt most 19 művész munkáival lehet gyönyörködni, annak az oka az, hogy már az 50-es, 60-as években a város erőteljesen dolgozott azon, hogy ne csak a úgynevezett szakmai díjak, a művészeti alap vagy szövetségdíja kerüljön kiosztás, vagy minisztérium díja a tornyai plakett mellett, hanem legyen egyfajta beágyazottsága is a kiállításnak a városban, és akkor különböző TSZ-ekkel és vásárhelyi cégekkel megbeszélték azt, hogy munkajutalmakat fognak adni. A kiállításon a fődíjas, tornyai plakettet elnyerő Gál József képzőművész festménye és a többi díjazott egy-egy munkáját láthatja a fővárosi közönség. A változatos gyűjtemény megtekintésekor művészettörténeti utazást, stílusok és hatások közötti barangolást tehetnek az érdeklődők. Úgy érzem, a hagyományos műalkotások támogatásának gesztusában a legmakacsabb vágy arra irányul, hogy a klasszikus szépségfogalom revelanciája ne vesszen ki, ne tűnjön el az általános művészet felfogásból. Ugyanakkor látunk számos friss diplomást, akik ezen az esztétika adta szűk mezsgyén mozogva mégis új szemlélettel képviselik a festészetet, és ez a keveredés igen üdítően hat, és szinte csak ezen az egy eseményen figyelhető meg ilyen töménységben. A megnyitón Almási Enikő énekesnő és Nagy János Erkel díjas zongora művész zeneszerző is közreműködött. A kiállítás Budapesten október végéig tekinthetik meg. Együttműködési megállapodást kötött a Makói és a Vásárhelyi Városi Televízió. A szerződéssel a két médium írásos formába öntötte a már korábban kiépített szakmai kapcsolatát. Bár a helyi televíziók célja, hogy első kézből informálják nézőközönségüket a szűkebb lakóhelyüket érintő hírekről, Makó, Szeged és Hódmezővásárhely földrajzi közelsége miatt gyakran adódnak olyan témák, amelyek az egész régió lakosságát érinthetik. A Makói és a Vásárhelyi Televízió már korábban is együttműködött a kultúra, a sport és a fejlesztések területén érkező tudósítások esetében. Például a Pikked az a Vásárhelyi Televíziónál is látható, a Társalgó magazin már szerintem nem újdonság a vásárhelyi nézők számára sem, valamint rengeteg koncertfelvétel gazdát cserélt már közöttünk, így hogyha egy-egy vásárhelyi néző vagy makói néző lemaradt a másik városban tartott kulturális rendezvényről, akkor a tévéképernyője előtt pótolni tudta. A Marosparti Város megújult stúdiójának látogatásával egybekötve ma a két médium képviselői írásos formában is megerősítették szakmai kapcsolatukat. Itt nem csak vágóképcseréről, hanem anyagok átadásáról is szó van a mi esetünkben, illetve kész műsorok átadásáról is, tehát az itteni műsorok lemennek a Vásárhelyi TV-ben és fordítva, illetve hát a jövőben szeretnénk majd akár, hogyha nekünk nincs rá kapacitásunk, riportereket, operatőröket és műsorvezetőket is biztosítani. A két televízió együttműködésének köszönhetően a pénteken 18 órakor kezdődő Országosan Lokálisan című országgyűlési képviselői magazinban már Kis Istók Tímea fog beszélgetni Lázár Jánossal. Megkezdte a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a szénmonoxid riasztók ellenőrzését. A fűtési szezonra készülve a hatósági ellenőrzések megállapították, hogy a kereskedelemben kapható készülékek háromnegyede nem megfelelő műszaki színvonalú. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az elmúlt időszakban elrendelte a szénmonoxid riasztó készülékek rendkívüli és fokozott ellenőrzését. Ennek célja a családok és a fogyasztók biztonságának és egészségének védelme, illetve a megfelelő és nem megfelelő termékek feltérképezése, annak érdekében, hogy a készülékeket mindenki biztonsággal használhassa. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tavaly év végén és idén év elején is vizsgálta a szénmonoxidmérőket, összesen 42 féle terméket ellenőriztünk, ebből 12-ről derült ki, hogy megfelelő.
míg 30 féle szénmonoxid mérő, vagyis az érzékelő közel 3/4 nem felelt meg a biztonságossági követelményeknek. A szakemberek ilyenkor azt ellenőrzik a laboratóriumban, hogy a készülékek adott szénmonoxid koncentrációnál meghatározott időtartamon belül adnak-e fény- és hangjelzést, riasztanak-e. Két probléma szokott lenni, az egyik az az, hogy nem riaszt, a másik pedig az, hogy akkor is riaszt, amikor nem kellene, így viszont nem lesznek megbízhatóak ezek a készülékek, és esetleg akkor sem hisszük el a riasztást, amikor tényleg komoly jelzést ad. A hatóság legfontosabb tanácsa, hogy mindenképpen tüzeléstechnikai szaküzletben vásároljuk meg ezeket a szénmonoxid mérőket. A készülékek működését itt az eladóval is meg lehet beszélni, továbbá tanácsot is lehet kérni az üzletben. A szerkezeteket célszerű 1-1,5 méter távolságra elhelyezni a fűtőberendezéstől, 1,5-2 méter magasságban, a falak sarkától pedig minimum 30 cm távolságban. Ezek a készülékek életmentőek lehetnek, de nem szabad kizárólag a szénmonoxid mérőkre bízni a család életét. A fűtőberendezéseket minden évben ellenőriztetni kell, és arról is gondoskodni kell, hogy a kéményseprők a rendszeres ellenőrzést elvégezhessék. Igyekeztek a község minden korosztályát megmozgatni szombaton a székutasi sportnapon. Az egész napos rendezvényen a 8 évestől a 80 évesig mindenki megtalálta a neki leginkább tetsző mozgásformát. A Székutasi Sportcentrumban a hétvégén különleges sportnapot rendeztek. A program célja az egészséges életmódra és a sportolásra nevelés volt, a jól megszokott és új edzéstípusok bemutatásával. A rendezvényen minden korosztály megtalálta a neki leginkább tetsző mozgásformát. Itt ami nagyon fontos lenne egy ilyen sportnapon, hogy minden korosztályt megszólítsunk. Tehát ilyenkor én is próbálok egy olyan edzést összeállítani, ami azt szoktuk mondani vicces, hogy 8-tól 80 éves korig, ezzel együtt a 7 évesre zavarjuk el, és a 85 évest is szívesen látjuk, de mindenki számára végrehajtható módon egy picit leegyszerűsítve, könnyítve vannak ezek a feladatok. Az érdeklődők többek között cross-training edzésen, hot iron bemutatón és gyermeki jógán is részt vehettek. A gyakorlatok a mindennapi élet során fontos izomcsoportok helyes megmozgatására szolgáltak, hogy elősegítsék például a derék és hátizmok megerősítését, a helyes testtartást. Emellett pedig a közösségépítés is fontos szempont volt. Én nagyon szeretek sportolni, imádok kézilabdázni is, és azt szeretem benne, hogy összetartó a csapat is. Több korosztály jön össze ilyenkor, és ugyanez a cross-trainingnél is. A település sportközpontjában minden héten különböző típusú edzésekkel várják a sportolni szerető és mozogni vágyókat a trénerek. Pénteken produkciós okok miatt elmaradt az Irma, te édes című darab. Kárpótlásként aznap este Kállói Molnár Péter az Ősember Caveman című előadását tekinthették meg a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. Az Ősember Caveman című darab egy személyes színpadi komédia, amely a párkapcsolatokról szól és a klasszikus férfi-női szerepeket vázolja. A főhős egy családja mellől az utcára került 40-es férfi, magyarázza a bizonyítványát. Választ ad arra, hogy miért utálják a férfiak, ha vesztesként vannak beállítva a külvilág felé, de arra is, miért szorítkozik két pasi beszélgetése a foci meccsek eredményére. Ugyanakkor a nők lelki világába is kirándulásra invitálja a nézőket. A komikus játék közben minden percben magunkra ismerhetünk, de legalábbis a szomszédunkra. Az Ősember című darab a Broadway legtöbbet játszott egyszemélyes előadása. A pénteken elmaradt Irma, te édes című előadást április hónapban pótolják a szervezők. Vegyes halfogó versenyt rendezett a hétvégén a Dobó Ferenc Horgász Egyesület a Mártai Holtágnál. A Bokor János egykori elnök emlékének felajánlott megmérettetésen több generáció is összemérhette tudását. Felnőtt csónakos, felnőtt és ifjúsági parti kategóriában 32 versenyző indult a hétvégi Bokor János emlékversenyen, amelyen már megszokott módon kötelező volt, hogyha kissúlyú példányokat horogra, természetesen azokat visszaengedték a vízbe. Megemlíteném, egy 3 kg 80 dekás pontyot fogott az egyik parti horgász. Fogtak egy-két csukát, egy-két balint, amelyikek ilyen 70-80 dekások voltak. A szervezők a jövő hónap közepén még egy rablóhalfogó versenyre is várják majd az érdeklődőket. A közel 500 főt tömörítő civil szervezet vezetése néhány napja 20 mázsa 3 nyaras pikkelyes pontyot is telepített a Mártai Holtág vizébe. Ezzel az akcióval az idei harmadik telepítés történt meg.
Így összesen 65 mázsahalat juttattak ebben az évben a holtákba a horgászok nagy örömére. Ez volt hétfői híradónk. Köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottak. További szép estét kívánok, viszontlátásra! Hétfőről kedre viradó éjjel csökken, felszakadozik a felhőzet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 5 és 6 fok között alakul. Holnap térségünk felett szakadozott, változóan felhős lesz az ég, jelentősebb csapadék tevékenységre nem számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke 13 és 14 Celsius fokig emelkedik.